Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. És itt van velünk Török Lajos vezető elemző, már mint a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Na, hogy állunk így a hét közepén? Újság van. Jól nyitottunk Budapesten, egy 0,7%-os emelkedés van, úgyhogy mindenképpen az egyik legerősebb európai tőzsde egyébként a Bux Index. Ha ránézünk az egyéni részvényekre, itt is azért nagyjából pozitív a kép. Az OTP 0,6%-ot emelkedve 13.720 forinton, a MOL 2250 forinton, itt 1,4%-os emelkedés. A Richter és a Magyar Telekom nem nagyon mozgott, itt 0,1%-os emelkedés, illetve csökkenés van. 7.350 forinton van a Richter, míg a Telekom 383 forinton kereskedik. Egyébként na de a Master Blast? A Master Blast az 1,8%-os pluszban van, és 2300 forint már, úgyhogy folytatja az is az emelkedő pályát. És nagy forgalomban, mert hogy néha a blue chip-eket is leszokta hajrázni. Hát azért a Masterplast a ilyen gyakorlatilag a harmadik legtrédeltebb papír ma, tehát 164 millió forintos forgalom, mert a Richtert például lenyomta ma már, és nyilván a Magyar Telekomot is, ott mindössze 14 millió forintos forgalom, és az összforgalom se egyébként olyan rossz Budapesten, itt 1 milliárd 740 millió forintnál tartunk. Európában is egyébként pozitív a kép, tehát a DAX index is minimális 0,1%-os pluszban, de a franciák is 0,2%-ot emelkedtek, még a Eurostox 0,4%-os pluszban, tehát azt látjuk azért, hogy Európában összességében jó a hangulat. Most jönnek meg az amerikai szenátusi választás eredményei, úgy tűnik, hogy a demokraták mind a két széket behúzhatják. Egyébként erre nem olyan pozitívan reagáltak az amerikai futures-ök, tehát ha most ránézzünk, hogy hogyan nyithat Amerika, akkor azt látjuk, hogy a Dow Jones Index van zöldben, míg a Nasdaq elég csúnya 2%-os mínusz mutat. De ez a piacon van mozgás? Olyan jelentősebb mozgás nincs, azért azt látjuk, hogy a forint tudott már erősödni továbbra is. Most már 358 forint alatt van az euró, az mindenképpen pozitívum, 357 forintot és 99 fillért kell éppen adni egy euróért, és a dollár viszont tovább gyengült, itt az euró-dollár keresztárt nem pedig 1 dollár és 23,3 cent, tehát itt egy 0,3%-os euró-forint erősödést látunk, illetve 0,3%-os dollár gyengülés az euróval szemben, ebből ki lehet következni, hogy közel 0,5%-kal erősödött a forint a dollárral szemben, azonban továbbra is 290 forint fölött. Igen, jó, hogy mondod a dollár gyengülést, ugye itt a kora reggeli tőzsdei összefoglalóban az olajárának emelkedéséről megemlékeztünk, de az arany is egész szépen megindult, egy picit elaludt ugyan, de most már úgy látszik ez a dollárnak ez a gyengesége már meghozta a befektetői étvágyat, és 1950 dollár fölé emelkedett az unciánként. Igen, 1953 dollár körül kereskedik az arany, az mindenképpen jót tesz neki egyébként ez a dollár gyengülés, hogy az olajnál pedig láttuk, hogy a tegnapi OPEC plusz megegyezés jelentősen feljebb lőtt, és most 50 dollár fölött van, ugye a VTI, ezt is érdemes figyelni. Ugye érdekes ez, hogy ez a kutakon mikor és hogy fog megjelenni majd. Igen, ez nagy mozgás, úgyhogy biztos megérezzük a bőrünkön. Oké, Lajos, nagyon köszönjük a beszámolódat, jó munkát, szép napot. Szép napot nektek is, sziasztok! Török Lajos vezető elemző igazított el minket a tőzsdenyítást követő első 40 perc árfolyamai között. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.